Ma este a haragról fogunk beszélni. Ha van más témátok, csak mondjátok, és beszélünk róla. Um, néha csak harag, a legtöbbször nem csak harag van bennünk. Ma dühös lettem. Többször is, de mindegy. Az egyik amiatt volt, amit egy teológus mondott. Attól tartok, sokan hallotok ilyen gondolatokat, amelyek rendkívül értelmesen észszerűnek hangzanak. És amikor, amikor az egyház csak a racionalitásból él, akkor mellőzi a hitet, ugye? A hit észszerű. De az egyház felül emelkedik az észszerűségen, mert a láthatatlan valóság vezérel bennünket. Az emberi természetem csak azt akarja elfogadni, amit látok. Ha nem látom, akkor nincs is ott? Azt mondhatnám nektek: Ezek az emberek vannak ebben a kápolnát, akartam mondani, stúdióban. És valaki, aki nem hisz, azt mondaná, igen, csak ezek. De aki hisz, ó, nem, az úr ott van, az úr itt van. A hit valami emelkedett, túllát azon, amit a szemem vagy az emberi értelmem diktál nekem. Amikor az emberek elkezdik neked elmondani és elmagyarázni az egyházat, nem a hitet, a hitet nem magyarázzák, hanem az egyházat, amiről azt gondolnád, hogy ugyanaz, tisztán az emberek szintjén, akkor már nincs ott a hit, hanem ez közösségi összejövetel. Nos, az egyik dolog, amit ma hallottam, az volt, hogy te vagy az oltári szentség, én vagyok. Ez a közösség az. Tehát nincs igazi oltári szentség. Jézus teste, vére, lelke és istensége. Mindannyian közösség vagyunk, és mind oltári szentség vagyunk. Tehát amikor védkezel, azon a szinten valójában nincs is bűn, mert nem bántod meg Istent. Ő fent van a mennyországban. Mi csak egymást bántjuk meg. Nos, ami ma annyira feldőhített, az az, hogy ez a teológus azt mondja, hogy ha a házasság törést követszel, gyilkolsz, lopsz, csalsz, hazudsz, vagy bármi olyat teszel, ami a tíz parancsolat ellen van, akkor másnap minél hamarabb el kell menned áldozni, hogy több kegyelemben részesülj. Hogy lehet ez? Úgy, hogy okfejtése szerint bármit is teszel, még mindig van benned valamiféle jóság. És ezt a jóságot növelni kell, elmész áldozni, és még több kegyelemben részesülsz. És látod, még csak nem is értik a kegyelmet. A kegyelem nem valami, hanem valaki. Részesedés Isten igazi természetében. Nos, ha ellöktem magamtól Istent, és a lelkem sötétségben van, akkor a bűneimmel azt mondom, Istenem, maradj távol tőlem. Ez nem olyan, mint amikor elmész étterembe, két napig éhezteted magad, majd befalsz mindent, amit csak tudsz. Amikor ezek az emberek ezt elmagyarázzák, olyan észszerűnek hangzik. Légy óvatos, barátom, légy óvatos. Tévútra vezetnek. Hadd olvassam fel, mit mond Szent Pál. Tehát vizsgálja meg magát mindenki. S csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből. A szentáldozásról beszél. Ez messzire visszanyúlik az egyházban. Mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetni az úr testét, saját ítéletét eszi és issza. Tehát, ha halálos bűnbe estél, ne higgy annak, aki azt mondja, hogy elmehetsz áldozni. Csak ha a pusztában lennél, és nem lenne senki a közelben. De akkor meg pap se lenne veled. A hazugság és a csalás tömkelege. És én féltelek, tényleg féltelek, mivel ezek annyira észszerűnek tűnnek. De az Istenbe vetett hit messze fölötte áll ennek. Hadd mondjam el nektek, mit mond Szent János? Azt mondja, ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, és ezt állítják, önmagunkat vezetjük félre. Nem, hogy a közösséget, Istent sértem meg. Ezt mondja Szent János. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság. Ha megvajuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket. János első levele 1.8. Ő megtisztít minket minden rossztól. Na most jön a bizonyíték, ami tényleg rávilágít arra a szörnyű, borzalmas megtévesztésre, amivel néhányan közületek napról napra, hétről hétre táplálkoznak. Ha azt állítjuk, hogy nem védkeztünk, hazugnak tüntetjük fel. És a tanítása nincs bennünk. Nem tudom, hogy ezek a teológusok csak úgy el akarják törölni a szentírást. Nekem ez egy jelenségnek tűnik. Na engem ez dühít fel. Hív fel és mondd el téged mi. Az ilyenek dühítenek fel. Mert Jézus nem ezt mondta: Ha nem ezt teszed, akkor Istent tünteted fel hazugnak. Nem részesülhetsz kegyelemben, ha még azt sem ismered el, hogy valami rosszat csináltam. Sosem kértem bocsánatot. Nem fér a fejembe, hogy egyes teológusok szentségtörésre buzdítanak. Ne keveredj bele ebbe, kérlek. Ne tedd ezt. Rossz egyházhoz tartozol, ha ezt teszed. Az az egyház, amelyik bűnbe és szentségtörésbe visz. Aki ilyet tesz, elvesztette a hitét. Látod, nem lehet, nem lehet Istent hazugnak feltüntetni. Ezt mondja János első levele. Alázatosnak kell lenned, és azt kell mondanod, védkeztem ellened, Uram. Igen, a közösség ellen védkezem, ha halálos bűnt követek el, mert ez egy misztikus test. Ha valaki szent, az mindenkinek a javára van. Ha valaki nem szent, akkor az nem jó senkinek. De ha alázatos vagyok, ez meg szörnyű különbség félelmetes gőkre búzdít. Gőgre. Soha nem védkezem is, ha mégis akkor elmegyek áldozni. Ó, Jézus Mária Szent József. Gyónni menj, ne áldozni. És itt jön a képbe a gyónás. A gyónás azért kerül elő, mert megvan az a csodálatos lehetőségem, hogy Jézus drága vére által részesüljek ebben a csodálatos szentségben, és megszabaduljak attól, most már mehetek áldozni. Tiszta szívvel, elmével megyek, és tiszta lélekkel. Ami történik, az egyszerűen nem fér a fejembe, hiszen annyi lélek elveszhet ilyen moslék tanítás miatt. Vigyázz, hogy kitől tanulsz. Vigyázz, milyen képzésekre jársz. És tudod, mit szeretnék, ha mindenki megtenne? Ezt ma este akartam elmondani, de elfelejtettem. Már beszéltem nektek a Navarra Biblia kommentárról. Nem tudom, hogy a produceremnek megvan-e már a címe. Address anymore. A Navarra Biblia kommentár. Azt hiszem, soha nem dőlnétek be, soha nem tévesztenének meg benneteket, ha megkapnátok a Navarra Biblia kommentárt. Itt is van. Több kötetes. A magyarázatok egyszerűen fenomenálisak. Ez egy teljes előadássorozat az egyház történetről, a szentségekről, az egyházról és a szentírásról megéri, ha egész évben spórolnod kell, hogy megvehess egy könyvet, akkor ez az, ami megéri. Annyi mindent tudnék mondani, annyi mindent tudnék tanítani neked, és annyi mindent lehet tanulni, és téged meg jobbról barról becsapnak. Kitalálhatok valamit, ami szerintem egyszerűen borzalmas, és el akarom neked mondani, de mennyi embert nem érnék el. De ha olvasol és olvasott vagy, akkor nem fogod követni ezeket a szörnyű szörnyűségeket, amik történnek, szörnyűségek. Azt akarom, hogy jártas legyél a Szentírásban, és ismerd a hitedet. Azt akarom, hogy ismerd meg a hitedet. Azt akarom, hogy ismerd meg Isten szépségét. Azt mondja, csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy Istenben maradunk, ha az, aki azt állítja, hogy ő benne él, ugyanúgy él, ahogy a Jézus élt. Ennek nincs semmi értelme, nem? Ma házasságtörést követszel, holnap bankot rabolsz, sikkasztasz, felpofozod a szüleidet, egyáltalán nem jársz misére, tisztátalan vagy, kapzsi vagy, most meg elmész áldozni, van ennek értelme? Senki nem hiszi, hogy van. Valami nem stimmel, nem, de? Megmondom, mi a baj. Ő ott van mindenhol, az a baj. Az öreg, gombszemű, bozontos farkú mindenütt ott van. Csak azt akarom, hogy ismerd a hitedet annyira, hogy ne hagyd magad belerángatni ebbe az őrültségbe. Jézus annyi mindent akar mondani neked. A Navarra Biblia kommentárnak van egy gyönyörű könyve Szent János leveleiről. És Szent János evangéliuma csodálatos. Fognak egy mondatot, és két oldalnyi magyarázatot fűznek hozzá. Egyszerűen fenomenális. Még ha csak egy könyvet is veszel, azt is tanulmányozhatod. Vedd meg azt, amelyik a legjobban tetszik: Szent János, Szent Máté, Szent Márk, Szent Lukács vagy Szent Pál levelei. Olyan gazdag tudás van benne, amilyet máshol nem találsz. Lehet, hogy olvastad, nem hiszem. Egyszerű a nyelvezete, érthető. Szóval nem hív senki, senki sem dühös odakint, nem? Nincs itt senki, aki dühös lenne valami miatt. Ti mind szelíd emberek vagytok, ugye? Ez nagyon jó. Téged dühít valami? A haragról beszélsz, de szó volt a bocsánatos és halálos bűnről, de most van egy új kifejezés a komoly bűn. Az meg mi? Nem tudom, de azt mondják, hogy ha komoly bűnt követszel, akkor még valamennyire kegyelmi állapotban vagy, és már nem igazán van bocsánatos és halálos bűn, elmagyarázhatnád a különbséget. Hát erre mondják, hogy hazukként tüntetett fel Istent. Amikor ezt mondod, Isten tüntetett fel hazukként, hiszen azt mondod, hogy az egyház hazudik. Ki kell mondanunk a valóságot, egyszerűen nem tehetünk úgy, mintha ezek az emberek létezik egy mesterterv. Valahol. Nem csak, hogy lerombolják az egyház alapját, de hogy el is töröljék. És előálljanak valamiféle üres tömbházzal. A komoly és halálos az az, komoly azt jelenti, hogy ez elég rossz, de nem fogsz a pokorra kerülni miatta. Ez a különbség. De ha nem hiszel a pokolba, mi mást mondanál? Ha nem hiszel a pokol létezésében, akkor miért mondanád, hogy bármi miatt oda lehet kerülni? Tehát, ha nem hiszel a pokolban, akkor meg kell szabadulnod attól az októl, amely miatt oda kerülhetsz, igaz? Látod, milyen okosak? Azt akarják hinni, hogy nincs pokol, és ha nincs pokol, akkor minek legyünk jók? És ha véletlenül rossz vagy, véletlenül. Akkor a közösséget sérted meg. Tehát, bocsánatot kérsz? Nem. Azt mondod a fele barátodnak, hogy sajnálom? Nem. Felállsz a szószékre, és azt mondod, házasságtörést követtem el, jaj ne. Mit teszel? Mész áldozni? Hát ez nem hülyeség. Ennek egyáltalán semmi értelme. Tudod, a nagymamámnak volt egy régi mondás, a bokka aperta. Tudod, mi az a bokka aperta? Áh! Ah, az emberek elmennek ezekre a tanfolyamokra, ami csupa sületlenség, és így ülnek. A. Ah, azt jelenti, hogy nyitott száj. Semmi sem jön ki. Bokka aperta. Semmi sem jön ki. És ez az, amit nem értek. Csak ülsz ott. Ó, oh, tényleg? ha pofon váglak. Nem tartozom neked valamivel? Bocsánat kéréssel. Szerinted? Á, most megyek áldozni, hogy még több kegyelembe részesüljek. Ne legyél bokka aperta. Stupidóni a másik szóra. Ismerd meg a hitedet. Higgy az egyházban. Higgy az egyházban. Először a szentírást menesztették, mert minden csak mítosz, tehát akár valami mesét vagy ilyesmit is olvashatnál. Aztán menesztették a szenteket, mert közvetlenül Jézushoz kell menni. Aztán menesztik Jézust, mert most már az emberekhez kell menni. Szeretném tudni, hogy benneteket hogyan fognak meneszteni. Ez lesz a következő, amit meglépnek. Kirakják a tabernákulumokat, kiraknak mindent. Most pedig te jössz. Úgy tudom, hogy van egy hely, ahol a keresztelőkút, amikor belépsz, a keresztelőkút a templom közepén van, és elég nagy ahhoz, hogy az egész gyülekezet megfürödjön benne. Ma erre figyelnek. Az oltári szentség, hát, de tudod mi a keresztség? Tudom, hogy szerintük mi. Beavatás ebbe a nagy óriási klubba. De éppen azt, amit a keresztség tesz érted, azt semmisítették meg. A keresztség az, ahol Isten gyermekévé válok. Részesülök Istenből, részesülök a kegyelemben, befogadom az atyát, a fiút és a szent lelket, az egyház erre mondja azt, hogy Isten lelke lakik bennünk. Ha ezt kiforgatod, azt halálos bűnnek nevezzük. A súlyos és a halálos ugyanaz. Egy teológus azt mondta, a múlt századokban az egyház hibázott. Tehát te tévedhetetlen vagy. Mi? Az egyház sosem tévedett hit és erkölcs kérdésében. Szóval, szóval, nem ülhetsz a babérjaidon, és nem engedheted, hogy ezt megetessék veled. Ha védkezünk, meg kell bánnunk, el kell mennünk gyónni, és akkor méltóan áldozhatunk. Olyan nincs, hogy a Szent Isten és az ellenség együtt lakjon benned. Választanod kell. Az egyiket, vagy a másikat. Nem lehet mindkettőt. A legszentségtörőbb gondolat. A legszentségtörőbb tanítás azt állítani, hogy az ördög és Isten ugyanabban az emberben lakozhat a halálos bűn által. Ennek semmi értelme. Tehát tökéletesnek kell lennünk? Nem, nem a tökéletességről beszélünk, hanem a tökéletlen emberekről, akik tudják, hogy hajlamosak a bűnre, vagy ebbe a komoly bűnbe estek. De ez halálos. Mi történne, ha a városokban sosem lett volna a gyorshajtásról törvény? Vagy kitennének egy piros és egy zöld lámpát, és azt mondanák: Ha szerinted rendben van, akkor megállhatsz a pirosnál, ha nem, akkor megállhatsz a zöldnél. Nincs különbség. Az egyik komoly. Elárulom, ez halálos lesz. Ennek semmi értelme. Semmi. Egy tökéletlen embernek is lehet. És lehet tökéletes. Az a személy, aki következetesen halálos bűnben él, nem csak tökéletlen, de elveszíti Isten jelenlétét a lelkében. Gyónni kell mennie, hogy visszakapja. Isten irgalmas. Nem számít, hogy hány bűnöd van. Azt mondani, hogy több jóságot és több kegyelmet kapsz, ha elkövetsz egy halálos bűnt, és visszamehetsz elkövetni egy másikat. Kérlek, ne hidd ezt el. Nem értem, hogy miért mondják ezt az emberek. És nem értem, hogy te miért hiszed ezt el. Jézus mindent átadott nekünk itt. Van egy hívásunk, Háló. Jól, vagy? kedvesem, honnan hívsz? Rhode Oké. Okay. Nagyon haragszom az emberekre. Hogy mi? Nagyon haragszom. Értem. Mert amikor az emberek ételt lopnak valakitől, Aha. szerintem Istentől lopnak. Mit mondott? Azt mondtam, hogy szerintem Istentől lopnak. Igen, ez igaz. Amikor. Amikor az emberek. Például, ha rágalmazásra vagy hamis vádra gondolsz. Ha rágalmazok valakit, akkor lopok tőle, ellopom tőle a jó hírét. Érted? Ha bolondot csinálsz valakiből, ahogy mondani szokás, akkor megalázod őt, elveszel tőle valamit. Ha kitalálsz egy hazugságot valakiről, valamit, ami nem igaz, és elkezded terjeszteni, akkor ellopod annak a személynek a méltóságát. Néha ezt plegykálkodással tesszük. Néha úgy, hogy elhamarkodottan ítélkezünk, majd az elhamarkodott ítéletünket elmondjuk másoknak, akik dühösek lesznek. Aztán valaki más is dühös lesz, és akkor mi vagyunk. A rágalom terjesztésének okozói, ezzel úgymond Istent lopjuk meg. Ellopod egy ember jó hírét, elkeseríted őt. És ez rossz. Imádkoznunk kell ezekért az emberekért. Megbocsátásra, bűnbánatra van szükségük. Néha ezt nem tudjuk megadni nekik. És ettől szenvednek. Az egyetlen módja annak, hogy ne legyél dühös, ha imádkozol. Imádkozz értük, kérd Istent, hogy bocsásson meg nekik. Egy bizonyos ponton azt kell mondanod, szeretlek, sajnálom, de ha ezt nem tudod megtenni, akkor imádkoznod kell. Ez a szeretet. Kérned kell Istent, hogy bocsásson meg nekik, és ez a szeretet. Nem tudjuk mindig úgy mondani, hogy szeretlek, hogy szeretünk. Nem mindig úgy szeretünk, hogy azt mondjuk szeretlek. Néha úgy mondjuk ki szeretlek, hogy imádkozunk és megbocsátunk. Mert az embereknek erre van szükségük. Van egy másik hívásunk, háló. Szia, Angelika anya. Szia. Hogy vagy? Jól, honnan hívsz? Az alabamai Madisonból. Csodás. És lenne néhány kérdésem hozzád. Egy kétrészes kérdés. Az első, hogy mi történik az oltári szentség lelkiségével, miután áldozunk, és hova lesz? Uh -huh. A második, már korábban említetted a műsorban, hogy ha valaki halálos bűn állapotában van, mi történik, amikor egy ilyen ember áldozik? Mi történik Jézus lelkiségével, azon kívül, hogy megbántjuk? Vele marad, vagy távozik rögtön? Nem tesz jót a léleknek, sőt, ahogy Szent Pál mondja, az a saját ítéletére lesz. Hiszen megsérti Istent, szentségtörést követel azzal, ha a halálos bűn állapotában magához veszi az oltári szentséget. Nos, ez nem az oltári szentség lelkisége, hanem a tiéd. Az oltári szentség táplálék. Neked. Ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet bennetek. Nem azt mondja, ha csak nem szeretitek fele barátotokat. Ez az egész teológia értelmetlen. Ha nem eszitek az én testem, és nem isszátok az én vérem, nem lesz élet bennetek. Nem állíthatod az ördögöt és Istent egy párba a lelkedben. Amikor a szent áldozásban részesülsz, azt hiszem, az egyház mindig is azt tanította, hogy az Úr valószínűleg 15 percen fél órán át lesz veled. Ezért akarta az egyház mindig is, hogy az emberek maradjanak, és adjanak hálát Istennek ezért a csodálatos jelenlétért a lelkedben, hogy a javadra legyen. Amikor áldozni mész, tudod, mit csinálok én, amikor áldozni megyek? Azt mondom, Uram, szeretném ezt a szent áldozást ugyanúgy. Ugyanúgy magamhoz venni oly módon, ahogy Mária fogadott magához téged egész földi életében. El tudod képzelni, hogy a szűzanya a szent áldozást talán Szent János kezéből veszi. Jézusnak, az ő fiának testét és vérét. El tudjátok képzelni, hogy ugyanolyan buzgósággal szeretnék áldozni, mint ahogyan a mennyei szentek tették? Ugyanolyan buzgósággal, ahogyan a tisztító tűzben lévő lelkek tennék, ha visszatérhetnének. Ugyanolyan szeretettel, ahogyan az angyalok tennék, ha áldozhatnának. Vágynunk kell a szent áldozásra, és meg kell becsülnünk azt, ami velünk történt. Akkor ezt tovább kell adnunk a fele barátainknak. Az urat kell sugároznod a napsorán, kedvesnek és szeretetteljesnek kell lenned. Ha nem vagy az, akkor be kell ismerned. Van különbség a között, ha csak gonosz vagy valakivel, vagy türelmetlen, és ha megölsz egy embert? Van, van egy nagy különbség. Szóval ez nem az a lelkiség. Amire te gondolsz, az Jézus valódi jelenléte. Ő ott van, és ezt ő mondta. Amikor azt mondod, hogy nincs ott, akkor Jézust hazugnak tüntetett fel. Amikor azt mondod, hogy nem védkezel, akkor az Atyát tüntetett fel hazugnak. Ez az, ami olyan szörnyű a mai tanításokban. Uram, meddig engeded még? Hogy így káromolják a fiadat. Meddig? Nem tudom meddig. De a világtörténelem során nem hiszem, hogy volt még olyan időszak, amikor az oltári szentséget ennyire rágalmazták, ennyire tagadták, és szó szerint leköpték volna azok akiknek jobban kellene ismerniük. A lelkiség a tiéd. Ez azt jelenti, hogy amikor Jézus testét és vérét magadhoz veszed, akkor az egész lelked tisztább, ragyogóbb és Istennek tetszőbb lesz. A bűnnek nincs helye. Abban a lélekben, abban a pillanatban. Az nem lehet, hogy halálos bűn terheli a lelked, de magadhoz veszed a szentséget, és ez a ragyogó szent teremtmény vagy. Az nem lehet, már megtagadtad az Urat. Szerintem a félreértés onnan ered, hogy amikor megkeresztelkedem, befogadom az Atyát, a fiút és a szent lelket a lelkembe. Amikor halálos bűnt követek el, akkor elveszítem? Azt mondani, hogy a Szentlélek és a Sátán együtt élhet egy lélekben, az a legszentségtörőbb dolog, amit el lehet képzelni. Nos, amit ezek az emberek mondanak, és ezért erőltetik a keresztséget, de azt nem akarják, hogy a születésed után kereszteljenek meg. Erőltetik a keresztséget. Közben nem is értik, hogy mi az. Amikor azt mondod, hogy én vagyok az oltári szentség, te vagy az oltári szentség, akkor azt akarják mondani, hogy te az embereke hatalmas közösségéhez tartozol, akik hisznek Istenben. Nos, ez igaz, nem? De ti tagadjátok a szentírást. Ez az, ahol rosszul sül el, nagyon gyorsan elmérgesedik. Van egy másik hívásunk, haló? Szia, anyám! Szia, honnan hívsz? Nagy Nagyszerű. Először is szeretném elmondani, hogy még mindig a tied a legjobb tévéműsor az összes között. Köszönöm. Anyám, van valami, ami mostanában feldühít, és nagyon szeretném, ha válaszolnál erre a kérdésre. Elváltam, már három is fél éve, hogy elváltam, és a barátaim állandóan azt kérdezik tőlem, mikor állsz már készen, hogy újra randizd? Az a néhány ember, akiknek elmondom, hogy nem akarok randizni, mert nem érzem helyesnek, hogy újra férjhez menjek. Azt mondja, hogy menjek, és érvénytelenítsem a házasságomat. És abból, amit a Bibliában olvastam, nem pontosan tudom idézni. Jézus lényegében azt mondta a tanítványoknak, hogy Mózes megengedte az embereknek, amikor a vállásról döntött. Úgy érzem, hogy volt esélyem a házasságra, rossz döntést hoztam. Nem Isten hibája, hogy rossz döntést hoztam, és ezzel együtt kell élnem, de úgy érzem, hogy bűn lenne újra házasodni, hiszen egyszer már voltam házas. Nagyon zavaros számomra, hogy az egyház mit gondol a házasság érvénytelenítéséről, és hajlamos vagyok azt gondolni, hogy talán csak azért létezik érvénytelenítés, mert az egyház fél attól, hogy mi történne, ha nem lenne. Együtt érzek veled, és értem mi a helyzet, hiszen édesanyám ugyanebben a helyzetben volt. És nem ment újra férhez. Azt hiszem azonban, amikor az egyház. Az Úr azt mondta az egyháznak Péteren keresztül, amit megkötsz, az meg lesz kötve, és amit feloldasz, az fel lesz oldva. Vannak olyan házasságok, amelyek nem voltak rendben Isten előtt. Itt jön a lényeg. Nem hiszem, hogy. Az egyház nagyon szigorú, és második János Pál pápa nagyon megnehezítette, de vannak olyan házasságok, amelyek nem voltak rendben Isten előtt. Nincs olyan, hogy érvényteleníteni. Ez azt jelenti, hogy valami az elejétől fogva gyökeresen rossz volt ebben a házasságban, és erről az egyháznak hatalmában áll dönteni. Az egyház nem érvényteleníthet csak úgy, igen, nem, mintha ez lenne a dolga. Ez egy nagyon szigorú eljárás, és az utóbbi időben még szigorúbbá tették. Szóval azt hiszem, megkérdezném a megfelelő kánonjogászt a bíróságon, az egyházmegyei bíróságon is. Azt mondtad, hogy már az elején tudtam, hogy a házasságom rossz. Látod már, ahogy indult, azt érezted, hogy valami nem jó. Szóval én nem lennék szigorú az egyházzal, amiért érvénytelennek, mond ki néhány házasságot. De szerintem, ha boldog vagy úgy, ahogy vagy, ahogy Szent Pál mondta, legyen Jézus a házastársad. És imádkozz. Kerülj közel az Úrhoz, olvasd a Szentírást, és ne aggódj az emberek miatt, ne figyelj rájuk. A legrosszabb, ami csak történhet veled, az a húsz vélemény, hiszen mindegyik különböző. Azt tedd, ami a szívedben van. Csak el akartam mondani neked, hogy van törvényes érvénytelenítés. Viszont ha úgy érzel, ahogy érzel, akkor maradj úgy, ahogy vagy, ne aggódj mások miatt. Anyukám, nem is tudom hány évig volt így. Hat éves voltam, amikor elváltak, és két évig voltak házasok, mielőtt megszülettem. Szóval nem mondhatom, hogy nem volt nehéz élete. Igen, szörnyű volt. De talán innen kaptam a hivatásomat. Tudom, hogy a fájdalmas szűzanyától kaptam. De talán ezzel a sok nehézséggel és fájdalommal, talán emiatt értem meg a helyzetedet. Jobban megértem a szülőket a feleségeket, a férjeket és az egyszülős családok gyerekeit. Egy dolgot tudok, kedvesem, ha így érzel, menj Jézushoz. Legyél szent, és hagyd, hogy ő töltse be azt az űrt, azt a hiányt, ami a szívedben van. Van egy másik hívásunk, haló? Szia! Szia! Lisa vagyok a virginiai Churchville-ből. Aha. És ha van valami, ami feldühít, ez az, amikor az emberek nem veszik komolyan az úrigéjét. Úgy érted, hogy amikor nem? Igen, és azok a szórakoznak, akik templomba járnak és gúnytűznek belőlük. Értem. És amikor arról beszélsz nekik, amiről tanultál, vagy olyan dolgokról, ami az emberrel a templomban történik, vagy bármi másról, ők abból is viccet csinálnak, mert nem hisznek semmiben. Hány éves vagy? 17. És azt mondod, hogy... hogy amikor valamilyen módon próbálod felvilágosítani őket, akkor nem hiszik el? Igen. Nos, ennek az az oka, hogy amikor a televízió az erkölcstelen életre bátorít, most már értem, hogy az összelinduló új műsorok, bármelyik programot nézzük, szörnyűek. Ha valakit felvilágosítasz ebben a kérdésben, az nem fog tetszeni neki. De komolyan kell vennünk az egyházat. Nem véleményekről van szó, hanem a te örök lelkedről, az örök üdvösségedről. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak úgy válogassunk. Az igazság nem svéd asztal. Oda mész a svéd asztalhoz és választasz ezt vagy azt, de mindig lesz valami, amit nem választasz. Volt már olyan, hogy mindenből vettél egy kicsit? Volt ilyen? Ekkora tányér kell hozzá. Nos, sokan szeretnék, ha az egyház ilyen lenne, csak válogatni kéne. Nekem ez nem tetszik, ezért nem csinálom. Nem szeretem ezt, tehát nem csinálom. Ez nem tetszik, ezért megváltoztatom. Az igazság az igazság. Nem teheted, szóval én nem igyekeznék mindenkit felvilágosítani. De megmutathatod az erkölcsös életeddel, a szereteteddel, a kedvességeddel, hogy létezik valami jobb annál, mint amit ők ismernek. Hogy szereted Jézust, és nem fogsz vétkezni, nem fogsz szexelni, nem fogsz drogozni, nem fogsz berúgni. Te hiszel az igében. Hiszel az egyháznak, és imádkozol azokért, akik más tanítanak, imádkozol azokért, akik odafigyelnek, és azokért, akiknek, ahogy Szent Pál mondja, viszket a fülük. Tudjátok, hogy mit jelent, hogy viszket a fül? Ismertem egy embert, aki egyszer azt mondta, hogy 15-ször ment el gyónni, amíg megtalálta azt a papot, aki egyetértett vele. Mit szóltok ehhez a bűnbánathoz és töredelemhez? Ezt nem tehetjük. Szóval a legjobb, amit tehetünk, hogy imádkozunk, értük. Van egy másik hívásunk. Haló? Haló? Haló, haló. Honnan telefonálsz? Oké, mi a... Okay, Először is szeretném megköszönni neked, Angelika anya az LVTN-t. Megérintetted az egész családom szívét. Dicsőség Istennek! És néhányan megtértek, és néhányan visszatértek. Köszönjük, Jézus! És ezt neked köszönhetjük. Most olyan kényszerhelyzetben vagyunk, mint amiről ma este beszéltél. Az egyház olyan rossz irányba változik, hogy nem is dühösek vagyunk, hanem inkább félünk. Olyan sokan vagyunk itt, akik attól félnek, hogy elveszítjük azt, amiben nevelkedtünk, vagy amit kaptunk, mint megtért emberek. És vannak olyan nővéreim, akik olyan templomba járnak, ami még csak nem is hasonlít egy római katolikus templomra, de ez az összes lehetőségük, és ezért ragaszkodnak hozzá, hogy legalább el tudjanak menni gyónni, ha oda telefonálnak és időpontot egyeztetnek rá. És nem is minden héten, és hogy ott áldozni tudjanak. És ez nagyon aggaszt minket. Tudom, mit érzel? amikor látod, hogy valami, amit szeretsz, összeomlik. De ne hagyd, hogy ez, hogy ez félelmet ültessen a szívedbe. Ugyanis Jézus velünk van. Még ha meg is szakad a szíved néhány változás miatt, tudd, hogy amikor szent áldozásban részesülsz, amikor először megtértél, emlékszel -e arra, amikor áldozni mentél, és megkaptad Jézus valódi testét, vérét, lelkét és istenségét? Nem az volt életed legizgalmasabb pillanata, amikor tudtad, hogy Jézust valóban és igazán hazavitted magaddal. Lehet, hogy megfosztanak a térdeplőktől, és megfosztanak néhány igazságtól, de soha ne hagyd, hogy megfosztanak Jézustól. Ezt nem tudják megtenni. Te Jézusért jöttél? Jézussal maradsz. Maradj Jézussal. Az egyházban van Jézus teste, vére, lelke és istensége. Ha ezt elveszed, nincs egyház. De Jézus nem hagyja, hogy az ő népe a pusztában vándoroljon. Nem gondolom. Azt hiszem, ezt már mondtam korábban. Azt hiszem, hogy minden rágalom és hamisvád ellenére, ami az oltári szentség ellen elhangzik, egy napon meglátják majd az oltári szentséget olyan fényesen és csillogóan, és képesek lesznek szemtől szembe beszélni Jézussal, és tudni fogják, és ő válaszolni fog nekik. Ugyanabban az oltári szentségben. A megtértek a legbuzgóbb emberek az egyházban. Az egyháznak, Ma nagyobb szüksége van rád, mint valaha. Az egyháznak szüksége van arra, hogy hűséges legyél. Az egyház nem változott, ezt tisztázzuk. Az egyház nem változott, az emberek változtak az egyházban. Az egyház nem változott. Imádkoznunk kell azokért, akik olyan változásokat hoznak, amelyek nem az egyház szerint valók. Amikor Európába utazol, és látod ezeket a gyönyörű templomokat, és elmész egy bazilikába Rómában, és hallod azt a gyönyörű zenét, ezek a gyökereink. Tudom, hogy amikor Rafael nővér először belépett oda, sírva fakadt. Mert olyan volt, mintha otthon lenne. Most néhányan közülünk, köztük én is, úgy érezzük, hogy honvágyunk van. De Jézust soha nem tudják elvenni tőled. Ezért lettél katolikus. Mert olyan gazdag az egyház. Néhányan tévútra léptek, még a Szentmisét illetően is. Legyünk mi is a maradék tagjai. A kisebbségi mindegy. Tarts ki! Jézusért érdemes küzdeni. Jézus, miközben sokan menekülnek tőle, te és én fussunk ő hozzá. Ha mindenki elbukik, imádkozzunk a kegyelemért, hogy álva tudjunk maradni. Ha minden tönkre megy, tartsuk meg a hitet. Ne csüggedj! Látnunk kell, ami van, de ne aggódj, Isten új megtérőket támaszt, hihetetlen gyorsan. És olyan sok új hivatás érkezik, hogy nem tudom hová tegyem őket, nem tudok többet építeni. A szomszédaim örömmel hallják ezt. Szóval próbálok helyet szorítani, szobákat csinálni ott, ahol eddig nem volt. Egyik kamra hirtelen szoba lett. Azt mondtam az egyik lánynak, hát nekem csak egy nagyobb kamrám van. Nem érdekel, elalszom a padlón annyi új hivatás van, nem tudom, hol szállásoljam el őket. Szóval Isten nem kapott ki, ne aggódj emiatt. Ha valaki azt mondja, nem, ő majd támaszt kettőt, aki majd igent mond. Légy te egyik a kettő közül. Amíg az EVTN kamerái be vannak kapcsolva, és ott vagyunk a nappalitban, addig tudni fogod az igazságot. Szeretném újra megemlíteni a Navarra Biblia kommentárt. Azt hiszem, minnyájatoknak, akiknek összetört a szíve, és azok, akik meg akarnak térni, gyerünk, rengeteg helyünk van. Szeretném, ha megismernétek a hitetek szépségét. Istenem, ez olyan csodálatos. Annyira tele van igazsággal és lelkiséggel, hogy az teljesen ámulatba ejt. Ne hagyjátok, hogy bárki is lesüljesszen benneteket ezzel a butasággal. Azt akarom, hogy tudd, milyen nagyszerű dolog van a birtokodban. Ne hagyd, hogy bárki elrabolja tőled, és ne dob csak úgy félre. Ha valaki, aki néha hallgat engem és szeretne megtérni, ó Istenem, mibe keveredtem, a legnagyszerűbb egyházba és a legnagyobb harcba. Ha nem szeretsz valamit, vagy valakit, akkor nem vagy hajlandó harcolni érte. Szerintem ez olyan tutyimutyi. Most hívtak minket, hogy Elizabeth egy gyermek eltűnt. Kentakiban. Uram Jézus, csak azt kérjük, hogy ez a gyermek kerüljön elő. Óvd meg őt a bajtól. Annyi gonoszság van ebben a világban, Uram. Helyezt kezedet erre a gyermekre, és hozd haza. Olyan nép vagyunk, Uram, mint a te izraelitáid, akik a pusztában vándorolnak. Add meg nekünk a mannát! Add meg nekünk azt a bátorságot és erőt, amire szükségünk van, hogy el tudjuk fogadni ennek az életnek a tragédiáit teljes bizalommal és lemondással, a te csodálatos akaratod, Szent Fiad és az ő csodálatos édesanyja iránt. Imádkozunk az eltűnt gyermek szüleiért. És tudjátok, hogy minnyájatokat, akiknek harag és fájdalom van a szívetekben, Jézus szeretetével ölelünk át. Aki szeretne csatlakozni ehhez a csodálatos egyházhoz, csatlakozzon. Akik benne vagytok, tartsatok ki. Akik ateisták vagytok ébresztő. Viszlát!